Ez az Abszolút, a Magyar Televízió kulturális portrésorozata. A következő 25 percben egy olyan színésznővel beszélgetek, akiben a rendezők láttak már bulis csajt, depis csajt, melankolikus kelet-európai nőt, anyát, menekülőt és csábítót. Nevét gyakran emlegetik a Kisugárzás és az Aura szó társaságában, sőt egy Cannes-ban díjnyertes film kapcsán a 21. század dívájának is nevezték már. Nos, lessünk be a skatuják és a szuperlatívuszok mögé. Lazuljunk el Marozsán Erikával. Tudd meg, szereti nagyon, hogy rövid a hajam. Tudd meg, az a lakomért is nagyon oda van. Rám néz a szemeiben, térni a vacogás. Úgy kíván, ahogyan engem, még sohasem más. My name is just a few words about myself. My name is Erika Marozsán. I'm an actress from Hungary, Budapest, you know, Europe. Tell us over the ocean. Tell them about the word piece you want. I would really love to get this role because it has a message which is very, very important for me, and this message is peace and love. Nagyon szeretem a kamerát. És onnantól, hogy kamera van a közelemben, onnantól egyszerűen az élet az megváltozik, és minden gyönyörű lesz. Nincs rajta egy kicsit kevés fény? Nem, hogy ezt a kamerát a kezedbe vendél. Ja, jó, jó. Hát az szereted a kamerát. Oké. Okay. Jó. Aha. Uh-huh. Nem, ez nem jó. Miért? Ja, várj. Jó, de majd magamra is. Jó. Ja, megfogod a kamerát. Magadra is elteszek. Jó, tehát én kamerá. Várjál, add ide. Mert azért ezt majd iszom. A kanalat kiveszem. Azt ki, igen. Tehát ott tettük, hogy ilyen kamera van. Kamera. Kamera. Na, akkor kezdjük el erre. Na, még egyszer. Lehet meg. De ez most benne van? Ez most benne van a kamerában? Benne. De nem zavaró. A képébe benne. De az titeket nem szavar. Nem, jó. Nem. Én imádom külön. Jó. Ez most így jó ez így? Jó ez így. Oké. Kezdjük újra. Elég későn kezdődött ez az egész ügy, vagy színészet, és mai napig is úgy gondolom, hogy ez csak egy ilyen varga betű, hogyha érted. Igen, és, ez jó. Én a színészetet azt nagyjából úgy semmibe vettem gyerekkoromban. Tehát úgy éreztem, hogy az én életem célja, beteljesülése, gyönyörűsége az csak a balettban történhetik meg. Mentem keresztül már egyedül a Szabadsághídon, és én azt gondoltam, hogy néztem le a Dunára, és azt gondoltam, hogy ha én nem lehetek balettáncos, akkor én biztos, hogy kiugranék ebből, vagy leugranék a hídról is. És akkor nem, szóval nem lenne értelme az életemnek. És most ez azért furcsa, mert és most ez ebben a másodpercben jutott eszembe, hogy a Szomorú Vasárnap az úgy kezdődik, hogy megy egy ilyen kocsisor keresztül a Szabadsághídon, és a kamera fölmegy a Turul madárig, tehát a szintjére, és akkor onnan nézi a várost. És tulajdonképpen ugye ez a Turulmele, meg az egész híd, az az öngyilkosoknak egy ilyen szimbóluma, mert nagyon közkedvelt hely, hogy oda fölmásztak az emberek, aztán beleugranak a Dunába. Szóval én ezt már gyerekkoromban megéreztem, hogy ennek van egy ilyen... Igen, köszönöm fölnek. Most így néztem. Hát azért beszélgetünk közben, csak azt kell megtudnom még, kedves. Jó, akkor felvétel indul, ugye? A munka az olyan, tehát az ki, akkor ki is adsz energiát, meg kapsz is vissza, hogyha persze jó munkáról van szó. Vagy ugyanúgy a frusztrációkat, a frusztrációidat, meg az agresszióidat, meg minden mást, mint egy ilyen jó kis pszichodrámában, így az ember ki tudja magából lökni. És ugyanígy van gondolom egy írónál is, hogy szisztematikusan, hogyha dolgozik, leül reggel, és tudja, hogy most reggel 8-tól 2-ig vagy 3-ig fogok írni, akkor az nem csak egy munka, és nem csak valamit létrehozol, hanem az egy önvizsgálat, az egy megtisztítás,
az egy képzelőerő által valami, valahogy a világból is többet tudsz meg. Tehát ez egy ilyen iszonyú izgalmas folyamat. Meddig bírod ki munkanélkül? Hát szerintem kb. Egy olyan egy napig. Ezt most komolyan mondod? Nem. Én hogyha nem dolgozom, és ez szerintem a balettintézet miatt van, akkor totál szétzuhanok. És így az embernek így treníroznia kell magát, hogy ne essen kétségbe, hogy próbálja regenerálódásra fordítani az idejét. Ne kérdőjelezzen meg mindent magában. Mert ez az egész szakma, tehát ez a színészet azért ilyen nagy-nagy kérdőjelekkel van tele, hogy ez normális dolog ez, amit mi csinálunk? Gondolom ti is így a zenekar, vagy minden, ami művészete kapcsolatos, folyton ilyen ugye? Tehát, hogy nem? Tehát, hogy egy festő, aki egész nap otthon van, és így festeget, hogy szóval, hogyha nem dolgozol, akkor egyszer csak így elkezdesz ezen filózni, hogy miért csináljuk mi ezt? Vagy mi értelme az életnek? Vagy szóval, mi van? Volt egy nagyon furcsa álmom. Vagy mesélj rémálmot, az is bejön. Ez félig rémálom volt. Na, az jó lesz. Az volt az álmom, hogy megint vasfüggöny leereszkedett, és én próbáltam kimenni az országba, és azt mondták nekem, hogy nem mehetek. Mert hogy képzelem én azt, és akkor próbáltam őket meggyőzni, de hát nekem most még dolgom lenne Londonban, vagy nem tudom hol. És akkor mondtam, hogy kizárt dolog. És hirtelen úgy éreztem, tehát a bőrömön megéreztem, hogy milyen lehet az, amikor az ember nem magával rendelkezik. A vasfüggönynek ilyen szertartás jellege is van. Mert gondolj bele, hogy beülsz egy nézőtérre, fogod a leengedett vasfüggöny, akkor 7 óra, 1-2 perckor onnan lehet tudni, hogy na most már elkezdődik az előadás, hogy fölmegy a vasfüggöny szépen ünnepélyesen, mögötte van a bársonyfüggöny, akkor még pár perc is kezdődik az előadás. Az eredeti célja a strűzvédelem, tehát hogyha ne adja az Úristen, kitör valami rövid zárlat következtében, vagy bármi következtében a színpadon tűz, akkor azt azonnal leengedik, hogy óvják a nézőket, meg a nézőteret. Bizony a vasfüggöny az is egy effektus, tehát a siker mércéje, ebből is lett a vastaps, hogy még a vasfüggönyt is leengedik az előadás végén, de még mindig nem szűnik meg a taps, akkor amit látni kis ajtót a függöny, vasfüggöny közepén, azt kinyitják, és azon jönnek egyesével meghajolni a színészek. Állj! Felvétele áll. Egy ilyen? Nem tudod sajnos a lámpától. Vagy pedig akkor így. Akkor akkor nem lesz benne lámpa. Tehát, hogy úgy tartsd, hogy a lámpát kitakarja. Az Erika fejjel kitakarja a lámpát. Ezzel a filmmel egy csomó másfajta barátom lett. Nem az volt, hogy én a főszereplő, és én nem tudom, milyen kivételezett helyzetben voltam. Kitágult a baráti köröd? Így van. Ettől annyira föl voltam dobódva, ettől az új baráti körtől, meg ettől az egész új kalantól, meg új fajta szemlélettől, hogy én folyamatosan jártam velük. Közben tehát ez egy ilyen skizofrén helyzet volt tulajdonképpen, mert egyik oldalról én ilyen megszállott munkamániás vagyok, és akkor azt nagyon élveztem, hogy a baletteremben mindig meg akartam magamnak, meg az elvárásoknak, meg mindennek felelni, és nagyon jó balettáncos szerettem volna lenni, és a másik oldalról pedig iszonyatosan élveztem, hogy ezek meg másfajta emberek, és akkor lehet velük így bulizni, meg lehet, de ezek ilyen, tudod, ilyen világmegváltó, intellektuális együttlétek, és akkor nagy beszélgetések, és ott voltak irodalmárok, filozófusok, nem tudom, amúgy is totál odáig voltam a filozófia tanárom. Szóval hogy az egész egy ilyen más közeg, szóval más volt az íze mindennek, és a balettintézet meg tudod, ott ment a test, meg ki hány túrt tud forogni, ki mekkorát ugrik, és nem tudom, és a másik oldalról meg, hogy a lélek, és az ember, és a nem tudom én, a világ, és az űr, és szóval érted, egy ilyen, szóval mint kamaszlány, ez egy ilyen őrületes élmény volt. Ez most akkor egy gégen?
Egy égenlist. Ez egy, de egy ilyen derített égen. Furcsa, ugye pont ott van a feje mögött, ilyen teljesen irreális. Mennek az évek. Na mehet? Sattintse. Ja, jó. Oké. Okay. Tessék. Marozsán három. Az évszázad csütörtökig tart. Jó. Oké. Okay. Csak próbáltam ezt a dívást. Nagyon jó kis dívás. Jó dívány vagyok, nem? De tényleg, mert tudod, most így valahol valaki mondta először, megvan az Oscaron, hogy a 21. század dívája. Igen, és hogy azóta ugye mindenki kérdezi ezt tőled. De ez nagyon merész dolog, nem? De jól esik azért. Hogy a 20. Tehát a magadról kialakított kép, amilyen színésznő vagy, és egyben magánember, és amit ebből engedsz láttatni, nem tudom, ezek a kis összefüggések összeállnak benned egy dévaképé? Igen, én próbálom magamat azért egy kicsit ilyen misztikus ködben tartani, például soha senkit nem engednék be a saját lakásomba. Tehát, hogy azért az a saját szférám, értem. Nem? Hát csak a rokonokat. Csak a rokonokat. Igen? Mit? Csopra. Mit szeretnének? Csokrom. Marozsán Erikához, a híres színésznőhöz jöttünk. És miért? Mi vagyunk a rokonai. Marozsán Jani. Csokrom. Marozsán Pisti. Csokrom. Marozsán Zoli. Csokrom. Marozsán Livi. Ne reményenek, de nálam most forgatnak. Bocs, nem érek rá. De. A szomorú vasárnap, amikor elindult, akkor én már csináltam kb. 50 ezer castingot, soha semmi nem sikerült, és akkor így mondtam, hogy na jó, hát ez már annyira unalmas, hogy menjenek. Szóval nem, hagyj, akkor nem lesz filmezés, akkor színház lesz, jó lesz az is, meg kit érdekel, tartra. És akkor így oda mentem a kávézóba, mondtam, hogy nem, ez tényleg ez annyira helyes. Tudtad, szóval, hogy mi lesz a film? Nem tudtam, mert még nem kaptam meg a forgatókönyvet, csak mondtak, hogy egy német film, és hogy főszerepet keresnek. Nagyon mész voltam, és amúgy is előző este előadásom volt, és rossz kedvem volt, és fáradt voltam, és akkor tudod. Ezt a sors akarta innen. Igen, és akkor úgy beszélgettünk, de aztán jó lett a beszélgetés, és akkor a rendező elment vissza Németországba, és egy hónap múlva megint jöttek, és utána úgy magyarázta később, hogy addigra már rengeteg színésznővel találkozott, egész Európából, lengyelekkel, csehekkel, németekkel, osztrák, aztán minden, olaszok, a franciák. És hogy valahogy úgy benne voltam a fejében, és mindig így visszatért, hogy ki volt az a morcos, az a nagyon barátságtalan, az a nagyon furcsa, fáradt, kisé depresszív lány. Nézzük azt meg még egyszer. Most két képet látok magáról, Fräulein Ilona. Ahogy beállítom, a két kép lassan egymásra csúszik, és amikor már csak egy kép van, maga egész élesen látszik. Német mestermunka. Kiül a kedvence. Tehát ez egy nagyon vicces történet volt, legalábbis az én szemszögemből, hogy szempontom, hogy igen. De kettő nagyon mind a kettő sirány. Nagyon jó. Nagyon silány. Sirály. Ja, sirály. Ezt tanítottam meg a német kollégáknak. Ezt tanítottam meg a német barátaimnak először, hogy sirály. Ha arra gondolok, hogy egy sirály kinéz, hogy a vastag csőrével, felfújt nagy alkatával, tehát egy gyúkszerű alkatával, meg kicsi lábain tipeg a parton, és hogyha ezt egy nőhöz hasonlítom, akkor nem lepődnék meg, hogyha a nő megsértődne tőle, és azt mondaná, hogy hát inkább valami kellemesebb madarat. Úgyhogy mindig nagyon csodálkoztam, hogy a Csehov miért pont ezt a címet adta a darabjának. Tehát miért lett a sirály az talán az egyik legizgalmasabb darabja Csehovnak. Ezelőtt három évvel meghívtak bennünket a Csehov szerelmei című előadással, hogy Melihovóban játsszuk el, azon a birtokon, abban a házban, ahol annak idején a Csehov élt, és ő ültette a fákat, ő ásatta a tavat, amely azóta is megvan. A tó túlsó partján ott van a kis színház, amelyben a Repjov darabja zajlódhatott volna. És az egész darab ott született, tehát ott vannak azok a helyszínek, ahol annak idején Lika Mizinova, Ninának az őse járkált, és ahol a Csehovval való szerelme lezajlott. 80-as, tehát 84-ben a balettnak hihetetlen presztízse volt, és tényleg
több ezren próbáltak bejutni a balettintézetbe, csak 15-20 gyereket vettek föl, és akkor mondom, mi följöttünk Pestre, felvételiztem, először nem sikerült, de azt mondták, hogy annyira tehetséges vagyok, hogy jöjjek el jövőre is, és már csak az utolsó fordulóra kell, utolsó két fordulóra kell eljönnöm, mert ugye 4 fordulós volt a felvétel, és akkor a következő évben visszajöttünk azzal az elszántsággal, hogy most biztos fog sikerülni. Nektek úgyis csak fél távot kell teljesíteni. Igen. És akkor fölvettek végre. És akkor nem vettek föl. Még nem vettek föl. Még másodszorra se vettek föl, hanem akkor azt mondták, hogy ez a lány ez annyira tehetséges, hogy ez már magnóról ment, nem? Igen, akkor már csak benyomták a magnót. Jöjjön el még egyszer, mert jövőre már biztos, hogy fel fogjuk venni, és akkor tényleg nekünk egy elég kimagasló balett osztályunk volt, és azon belül is nagyon, tehát így a jó között. És volt benned egy ilyen megfelelési voltam. Akarat, kényszer esetleg? Persze, hát azért így tudat alatt ez az emberben nagyon erősen determinálta, hogy a családod mire volt képes ezért, és hogy nem tévedhetek, most én engem nem rúghatnak ki meg. Ráadásul ugye minden fél évben volt egy rostavizsga, és mi ugye 20-an kezdtük, és közülünk 4-en végezték el velem együtt, tehát 3-an, mert én ugye abba hagytam hamarabb. Kedvenc portré műsor a Magyar TV 1-en. Abszolút. És ez megmaradt, ugyanúgy ez a megfelelni a rendezőnek, a mindenkinek, a kritikusoknak? Nem, hát azért azután persze, hogy az ember így nő fel, meg öregszik, ezek átalakulnak, és akkor egy idő után ugye ellene dolgozol ezeknek a ilyen belső kényszereknek, és akkor elkezd rebellis lenni az ember, meg nem jár be iskolába, én például, mikor elkezdtem a főiskolát, akkor én kifejezetten ilyen alternatív színésznő szerettem volna lenni, és csak ilyen alteros filmekben játszottam, és nagyon-nagyon tulajdonképpen elutasítottuk az ilyen nagy színházakat, és a alteros filmekben, ez a cukorkékség, meg igen, a rám csaj még nem volt ilyen hatása, meg ez a, igen. Este legyen valami? Majd felhívlak, jó? Ciao. Legnagyobb sikerem. Főiskola, halleluja, cica szerepe. Kedvenc hangszered? Cselló. Kedvenc ruhád? Egy fekete póló fehér karikával. Kedvenc költőd? Magyar. Magyar. Jónás Tamás. A metódus is úgy volt, hogy nem először a szöveg volt meg, és arra született a dal, hanem először meg volt a dal, és külön mindegyik dallamra írt egy szöveget a Tamás. És ez nagyjából úgy zajlott, hogy meg volt egy dal, utána mondtam, hogy hát ez jó, érdekes, akkor most legyen egy kicsit más fajta. Legyen most gyorsabb, legyen egy kicsit most balkánosabb, és akkor tulajdonképpen én ebben segítettem. És persze, én meg mindig ilyen színészként, színházi emberként kezdek így pszichológizálni nekik, és mondom, hogy figyeljetek, itt most az kéne, és akkor iszonyatosan röhögnek rajtam, hogy az kéne, hogy ebben, és akkor folyton ilyen rossz szavakat mondok, hogy... Hát nem zenei szakifejezéseket, de... Azért... Ebben a pürügyben az kéne, és néznek, hogy itt a bridge-re gondolsz arra, hogy itt azt kéne csinálni, és akkor megpróbálom nekik valahogy lefordítani azt, amit én szeretnék hallani. És akkor hangulatokban beszélsz? Igen, és akkor azt mondom, hogy most úgy képzeljétek el, hogy ez a dal, itt most épp fölébred ez a nő, és az egész világ épp darabokra hullott. És ezt valahogy nekünk zenei nyelven is meg kéne jelenítenünk. Tehát az nem elég, hogy csak játsszuk. És ők persze erre fogékonyak valamennyire, és megpróbálnak engem is követni néha, de
de azért az inkább a káoszhoz vezet. És milyen volt stúdióban? Iszonyatosan jó volt. Tehát ettől, hogy megmaradtam is, meg voltak nehézségek is, meg veszekedések, meg minden volt. Milyen? Kivel veszekedtek? Nem, hát így magamban főleg belső örjöngések, hogy én ezt mondtam, hogy nem tudom, hát én ezt nem akarom, hát nem akartam én célét, de aztán valahogy iszonyatosan jó volt, így ráéreztünk az egésznek az ízére. Egyáltalán így vizuálisan annyira fantasztikus volt, hogy mindenkinek volt egy kicsi kis kalitkája, és egy ilyen üvegablakon keresztül láttuk egymást, és kommunikáltunk. Én tehát nem is mindenki mindenkit látott, hanem ilyen, mint a riadólánc, hogy én láttam a gitáros látta a dobost, a gitáros látta a zongoristát, a zongorista a basszusgitáros, szóval, hogy egy ilyen, így mentek ezek a vonalak, tehát mi úgy kezdtük el az egészet, hogy lesz, amikor lesz belőle valami, gyerünk, van időnk. Most ezen a nyáron ugye forgattam egy filmet a Rokonok címmel, és most úgy hallottam, mint hogyha valaki bejött volna. Megkapogtak volna a Rokonok, mi? Egyenesági rokonság, az ugye indul a szemétől, aki kutatja, vannak a szülők, az az első fokú, másik a nagyszülők, harmadik fokú a dédszülők, negyedik az ők, ötödik a szép, hatodik az ős, és utána már nincs magyar megnevezése. Ha a család nem játszott valami fontosabb szerepet a történelem során, akkor marad az anyakönyv, összeírások, és ez bizony csak 1895 előtt van nálunk. Úgyhogy egy mai fiatalnak, egy mai 20-30 évesnek ez is már 4-5 generációt jelenthet, és a család nem ápoltak elő a hagyományokat, nem ismerik a felmenőket, és nem mondták neki el, akkor bizony még idáig se tud eljutni, hogy az országos levételbe tudja kezdeni 1895 előtti adatokkal a kutatást. Az első példát mindig a polgárosi hivatalba őrzik, a másod példát meg a megyei, illetve a fővárosi levéltárba őrzik. A levéltár meg a úgynevezett harmadik és negyedik példányt őrzi, azaz pozitív és negatív mikrofilm másolatot, amit a 60-as években mormonok vettek föl mikrofilmre, és egy példányt kiszállítottak saját maguknak is a Salt Lake City-be, a gyűjteményükbe. Ezt annak idején a közép-európai ország közül csak Magyarország engedte meg. És olyan ritkán forgattam, tehát olyan egy héten, nagyjából egy forgatási napon volt, egy majdnem 3 hónapos periódusban, és nekem nagyon nehéz volt mindig így a film forgatás alatt ez a szétszórt forgatási napok. Által, érted? Most már kezdek fáradni, mert nem tudok annyira összefüggően beszélni. Tehát nem volt jó, hogy kimaradt soknak két forgatás közül. Köszi szépen, igen. Ez megérdemel egy dúrt. Egy cédúr, egy fényes cédúr. Hogyha összegez az ember, akkor persze pozitívabban látja a dolgokat, meg tényleg látod, hogy mi mindent csináltál, és hogy mennyire változatos életed van, de közben meg azért a hétköznapok azok ugyanannyira szürkék, és nehezek, és ha nincs egy felkérésem, akkor ugyanannyira szorongok, hogy uram, atyám, mi lesz? Bár nem vagyok a diét, te vagy az enyém. Tudd meg, valaki szeret már, ha szeretem én. Elköltözöm a lakás, új meg a telefon.